Ő egy viszonylag régi laptop, Alma Kompa neve, egy rostársával együtt, az, jól veszem, 1500 forintért vettem a vásárba. Ő is hibás volt, a másik az meg egyértelműen roncs, csak úgy játéknak vettem meg. A később ebben sikerült megjavítanom, majd elmondom, hogy mi volt a probléma. Meg talán még egy ezresért vettem hozzá egy tápot a későbbiekben, miután kiderült, hogy ő működik. Ez az ő neve. Még Windows XP címke is van rajta. Itt lakik a vinyó, és nála volt a probléma. Van itt retro csatlakozók is, sorosport, nyomtató, végé a kimenet, hálózati csatlakozó, modem csatlakozó, PS2 csatlakozó, és TV kimenet. Már ezt a TV kimenetet én sosem próbáltam, de akár még működhet is. Vannak itt még USB lukak, kártyaolvasó, és még elvileg infraportja is van, de ez megint olyan, amit én nem próbáltam ki. Honki és bemenetek. Ahhoz képest, hogy milyen öreg is masina, nagyon jó. Dokumentumnézegetéshez szoktam használni. Na most, amit hibát megjavítottam jóval korábban, az most újraáramlott, amit nem csodálat, mert nem túl szép a megoldás, amit csináltam benne, de most már jobb a felszereltségem, úgyhogy ügyesebben meg tudom csinálni a problémát. És ez lenne a belső világ. Itt van a proci a hűtővel, ez a ventilátor. Itt vannak a ramok, kemény 768 MB van benne, egy 512-es, és egy 256-os modulla, sima DDR400-as memóriák, és itt a vinyó. Itt kellett javítást eszközölni, majd ezt még részletezem, és itt volt az akkumulátor, ami teljesen tönkre ment természetesen. 18650-esekből volt csinálva, összesen 8 darab, de azért megtartottam az elektronikáját, hát ha, de nem valószínű, hogy ebből bármikor lesz valami az akkumulátorban, mert tök fölösleges. Amúgy szegénykém úgy eszi az áramot, mint a gyerek a bundás kenyeret. Mindjárt mutatom, mi volt a gond itt. Kiemelve a vinyót, még van itt egy-két érdekes dolog. Ő itt a modem, modemkártya, ma már ugye nincs értelme ennek. Ő meg a wifi. Na most a wifi-t ebben valamiért nem tudtam működésre bírni. Sőt, azt hiszem Linux alatt nem is látszik, hogy létezik. Annyira mondjuk nem is törtem magam, hogy működjön, mert van rá más megoldás, csak egy érdekességként mondtam. Ő itt a vinyó. És úgy volt a kapcsolata megoldva a panellel, hogy volt itt egy ilyen átvezető, ami ő. Egy ilyesmi vezetővel volt megoldva, ami több ponton szakadt volt. És én ezt levágtam és kipótoltam vezetékekkel. Amint látszik, a forrasztások igencsak ocsmányak, de ennek az az oka, hogy akkor még a sima pillanatpákám volt, ami olyan, mint egy elefánt ennek a csatlakozónak, de megoldottam, és működött is. Most, hogy kiszedtem, szét is cincáltam egy kicsit, látszik is. Most ezt kell szépen megoldani. Most már van hozzá eszköz, hogy szép forrasztásokat csináljak. Mondjuk már az kisebb csoda, hogy így működött. Mert azok a forrasztások aztán borzasztóan barátságosak. Megpróbáltam leszedni a csatlakozóról a vezetőnek a maradékát, mert ez is az előző forrasztásnál igencsak szétesett a túl nagy hő miatt, de nem jártam túl nagy sikerrel, mert ott maradtak ilyen maradékok, ilyen szál. Ott, ott, ott.
És az nem jó, mert az ott elkóbászol, akkor zárlatod okoz. Szóval ezt meg kell, kicsit meg kell pucolgatni. Lepucoltam a maradékokat a csatlakozóról. És így már könnyebb lesz ráforrasztani a vezetéket. Megpucolgattam az alaplap felüli csatlakozót is. És látszik, hogy a pillanatpálka azért alaposan hazavágta a csatlakozót. Akkor sem voltam ügyes, nem hittem most az lennék. Hogy erre nagyon vigyázni kell. Itt is, hú, de kócos lett. Erre majd óvatosan kell visszaforrasztani a kábeleket, mert ha azok a tüskék kijönnek, akkor baj van. Felhasználhatnám a régi vezetékeket, de látszik, hogy itt-ott igencsak megolvadt a szigetelésük, szintén hála a pillanatpálkának. Úgyhogy új kábelek lesznek, van még hasonló vezetékem. Csak az a szépséghibája a dolognak, hogy összesen 43 érintkező van, mert egy vak. És ha ezt rendesen meg akarom csinálni, hát akkor az a pár vezetékforrasztás lesz. A két csatlakozó összekötése 2,5 és 2 cm-es vezetékdarabokkal lesz megoldva. Azért kell a különböző méret, mert ez a sor csatlakozás megy a vinyó alsó tüske sorára. Ez a távolabbi sor, meg a felsőhöz. És mivel külön vezetékekkel van megoldva, így a felsőnek nagyobb utat kell megtenni, mint az alsónak. Persze ez lehet, hogy nem egészséges dolog, de itt közel sincs akkora átviteli sebesség, hogy ez számítson. Valami ilyesmit kell előállítani. Az ott már a megónozott vezetékdarabkák, az meg a nyers. Így kell megcsinálni összesen 43 szálat. Megvan az összes vezeték, megforrasztva, megónozva. Most össze kell simogatni ezt a sok mindent. Eddig is el voltam vele egy darabig, és még mennyi van vissza? Hát, ezt úgy, ahogy van, elbasztam. Nem vettem figyelembe, hogy a szalaplap felül csatlakozó jóval kisebb, mint a vinyóra menő csatlakozó. És a vezetékeknek kanyarodni kell, vagyis jobban szétterülnie. Ezért egy ilyen rövid távon elég nehézkes ezt megoldani. Megoldottam. Mondjuk a forrasztások ugyanolyan szarok, mint voltak az előzőnél. De ez már így marad. Ez lett az eredmény. Ami ugyanolyan ronda, vagy még szarabb, mint volt az első. És hogy akkor ezt miért mutogatom? Mert tényleg nagyon szarul néz ki. Hát azért, mert az első vezetékezést ezzel csináltam, ezzel a lépcsővel, és ezzel a böszme nagy forrasztóval. Most meg van szuper nagyító is, forrasztóállomás is, és mégsem lett jobb. Itt látszik az, hogy lehet bármilyen jó felszerelésed, ha nincsen meg a tudás, a gyakorlat vagy a kézügyesség, nem mész vele semmire. Be is pakoltam a vinyót a helyére. A vezetékek be is támasztják, hogy így nem mozog. Alatta van egy műanyag lap, az egy kicsit főnyomja, innen meg a fedő, és az is stabilan benn marad. Most mehet össze. És működik.
Volt egy Windows XP, meg egy Puppy Linux. Aztán Puppy, az a neve. De ugye ez a gép nem túl izmos. Egyébként van még egy problémája, néha a képernyő villog, de én ezt kontaktívának gondolom. A csövek villoghatnak benne, mert ugye ennek a kijelző mögött még nem ledek vannak, hanem csövek. Na nézzük, miről is van szó. Ő a BIOS szerint egy 2004-es gép, vagyis az alaplap, BIOS-a. Van benne egy egymagos max 1,8 GHz-es processzor. Egy megás gyorsító tára. Szóval ez ma már nem turizmus tényleg. Amúgy 478-as foglalatú, de 64 bites, annyi előnyünk van, bár nem használom ki. Lakik benne egy 80 gigás vinyó, több részre felosztva, van rajta Windows is, másik felén meg rajta van ez a kis Linux. Amit ugye nem használ ki, mert ez a Linux ez nagyon csak kicsi. Memóriából van kemény 742 MB. Amiből ez a rendszer most 222 MB-ot használ fel. Szóval ez egy nagyon takarékos kis rendszer. Még mit tudok mutatni? A kijelző. Itt van a pontos típusa a videokártyának. Hát ő nem játékra termett. A felbontása pedig 1400x1050. És ahogy lehet hallani, ez a gép ez borzasztóan csöndben van. És amit mindig is csipáztam benne, ami tetszett. Van külön görgető gombja. Mondjuk, ha nem a nagyításon lennék. Pont ezért is tartottam meg dokumentum nézegetőnek. Ő rendkívül csendben van, órákat elsőnyog itt mellettem, amíg bütykölek. Nagyon szeretem ezt a kis masinát.